Megesett már veled az, hogy egy repülőút előtt hatalmas pánik és halálfélelem tört rád? Ha igen, akkor erről ideje leszokni, hiszen köztudott, hogy a repülés a tömegközlekedés legbiztonságosabb formája a világon. Lemerem fogadni, hogy ez a félelem nincs benned, amikor beülsz egy autóba, pedig a repüléshez viszonyítva erre sokkal több okod lehetne. Évente nagyjából 1,3 millió ember veszti az életét autóbalesetekben, és nagyjából 50 millió lesz mozgássérült, míg a végzetes repülőgép balesetek száma csak 16 millió indított járatból. Egy műszaki meghibásodás során a pilótáknak csak egyetlen lehetőségük van a katasztrófa elkerülésére, a kényszerleszállás. Szimulátoron gyakorolni egy ilyen helyzetet nem ugyanaz, mint amikor valóban több száz ember élet múlik egy pilóta döntésein egy vészhelyzetben, de szerencsére léteztek pilóták, akik a legextrémebb helyzetben is higgadtak maradtak, és elképesztő kényszerleszállásokat hajtottak végre, így megmentve több száz utas életét. A US Airways 1549-es járata. A US Airways 1549-es járata 2009. január 15-én hagyta el a New York-i LaGuardia repteret, és megkezdte a tervezett útját az észak-karolinai Charlotte Douglas nemzetközi repülőtérre 150 utassal a fedélzetem. A felszállást követő 3 perc elteltével az Airbus A320 típusú repülőgép 820 méteres magasságban összeütközött egy csapat kanadai luddal, aminek következtében mindkét sugárhajtómű azonnal leállt. A balesetet követően a repülőgép kapitánya Chesley Sullenberger úgy döntött, hogy visszafordul a LaGuardia repülőtérre, de a forduló közben rájött, hogy sajnos erre nem lesz elegendő idejük. A légiforgalmi irányítók próbáltak megfelelő leszállóhelyet találni a repülőnek, de egyetlen egy sem volt olyan közel, ahova el tudtak volna siklani, és New York sem az a hely, ahol egy hatalmas Airbusnak könnyedén lehetne elegendő helyet találni a landoláshoz, így Sully kapitány úgy döntött, hogy a Hudson folyóra próbálja megletenni a repülőt. A Hudson folyó jéghideg vize a landolást követően azonnal betört az utastérbe, így gyorsan kellett cselekedni. Az utasok és a személyzet a mentőtutajokban és a repülőgép szárnyán várták a mentőcsapatokat, és a kényszerleszállást követő 24 percen mindenki épségben a folyópartjáról nézhette a már inkább egy hajóra hasonlító repülőgépet. A DHL A300-as járata. 2003. november 22-én a DHL A300-as járata a bagdadi repülőtérről szállt fel, és úgy tűnt, hogy minden rendben van egészen addig, míg a gép el nem érte a 2500 méteres magasságot, ugyanis ebben a pillanatban valami olyasmi történt, amire egyetlen átlagos pilóta sem számítana. A Bahreinbe tartó repülőgép bal szárnyát eltalálta egy légvédelmi rendszer rakétája, aminek következtében a gép irányításához szükséges teljes hidraulikus rendszer azonnal elszállt, és a szárny lángra kapott. Ez pedig azt jelentette, hogy a sérült gépet csak a sugárhajtóművek segítségével lehetett irányítani, ami egy meglehetősen nehéz feladat. 10 perc próbálkozás után a pilótáknak sikerült kitapasztalniuk, hogy hogyan tudnak emelkedni, ereszkedni és fordulni úgy, hogy a két sugárhajtóművön kívül semmit nem lehetett irányítani. A gép sikeresen landolt, és a repülőteret körülvevő aknamezőktől néhány méterre állt meg. Becslések szerint a pilótáknak a landolást megelőzően már csak 8 percük volt hátra, hogy a lángok teljesen elégessék a repülőgép szárnyát, ami minden bizonnyal végzetes balesetet okozott volna. A LOT 767-es járata. 2011. november 1-én a lengyel LOT légitársaság Boeing 767-es gépe az Egyesült Államokba található Newark és a Varsó közötti útján volt, és fél órával a felszállást követően a személyzet kapott egy figyelmeztetést, hogy lehetséges, hogy a hidraulikus rendszerrel valami nincs rendben, de a pilóta úgy döntött, hogy tovább folytatja az utat. A gép Varsó felé közeledett, amikor kiderült, hogy a repülőgép futóműveit mozgató hidraulikus rendszer teljesen felmondta a szolgálatot. Ez azt jelentette, hogy a gépnek kerekek nélkül kell majd landolnia a varsói repülőtéren. A kapitány nagyjából egy órát körözött a varsói reptér felett, hogy a felesleges üzemanyagot elégesse, majd a leszállópálya felé vette az irányt, hogy megpróbálja megmenteni a fedélzeten tartózkodó 231 utas életét, és ezt sikeresen meg is tette. A kapitány elmondása szerint a legmeglepőbb az egész esetben az, hogy ez a bizonyos kényszerleszállás sokkal csendesebb volt, mint egy átlagos kerekekkel történő landolás, és az utasok nagy részének is csak akkor esett le, hogy mi is történt valójában, amikor kívülről látták a gépet. A United Airlines 1175-ös járata. A United Airlines 1175-ös járata San Francisco és Honolulu között ingázott naponta kétszer, de 2018. február 14-én a Valentin napi kiruccanás Hawaii-ra sok pár számára majdnem egy hatalmas tragédiával végződött.
Gondolj csak bele, hogy milyen érzés lehet, amikor megleped a kedvesed egy hétvégi kiruccanással Hawaii-ra, Valentin nap alkalmából, és a repülőút felénél egyszer csak ez a látvány fogad téged. Az utasok egyszer csak egy hatalmas robbanást hallottak, aminek következtében a repülőgép bal oldalán található turbinájának a teljes borítása leszakadt. Szerencsére a tapasztalt pilótáknak sikerült egészen a célállomásig repülniük a géppel, így megmentve a fedélzeten található utasok életét. A British Airways 5390-es járata. Ezen a járaton valami olyasmi következett be, aminek soha nem szabadott volna megtörténnie. A British Airways 5390-es járata nagyjából 5 kilométeres magasságban repült, amikor a pilótafülke egyik szélvédője kiszakadt a helyéről. A hirtelen nyomásvesztés során a vákumhatás a kapitány Tim Lancastert kiszippantotta a repülőgépből, és szerencséje volt, hogy sikerült a lábaival megtartania magát a hiányzó szélvédő kereteiben. A repülőgép irányítását a másodpilóta vette át, míg a légiutas kísérők a repülőgépen kívül tartózkodó kapitány lábait fogták. A jéghideg szelek és a kevés oxigénnek köszönhetően a kapitány az eszméletét vesztette, és csak a kényszerleszállást követően tért magához. Ez az út egy katasztrófával is végződhetett volna, és Tim Lancaster is csak a nagy lélek jelenléttel rendelkező személyzetnek köszönheti azt, hogy még ma is életben van. JetBlue. A JetBlue 292-es járata Kaliforniából tartott a New York-i JFK repülőtérre, 140 utassal a fedélzetem. Az Airbus A300 típusú repülőgép délután 3 óra 17 perckor hagyta el a kaliforniai repülőteret, de rögtön a felszállás után kiderült, hogy valamiért nem lehet a futóműveket behúzni a repülőgép testébe. A JetBlue járat első futóműve egy meghibásodásnak köszönhetően keresztbe állt, és innen lehetetlen volt egyenesbe tenni, így a kapitánynak nem maradt más választása, mint az, hogy megpróbáljon így landolni a repülővel. A kapitány úgy döntött, hogy a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren próbálja majd megletenni a gépet, mivel itt a kifutópályák sokkal hosszabbak, mint más kisebb repülőtéren, és egy ilyen helyzetben egy kifutópálya minden egyes métere az élet és a halál közötti különbséget jelentheti. És tudni kell, hogy a JetBlue járatain lehetett tévét nézni, így az összes utas az élő közvetítésnek köszönhetően szembesülhetett a repülőgép veszélyes állapotával. A kapitány a kényszerleszállás során a lehető legtovább tartotta a repülőgépet a két hátsó futóművön, és a 3382 méteres kifutópálya vége előtt 300 méterrel sikerült a gépet megállítania. A média tudósítása során kiderült, hogy ez volt a hetedik olyan eset, amikor egy Airbusnak úgy kellett landolnia, hogy a futómű nem egyenesen állt, és a szakértők azt állítják, hogy a katasztrófa esélye alacsony volt, ennek ellenére én biztos nem érezném magam biztonságban egy ilyen helyzetben. Az Air Canada 134-es járata. A járat 1983. július 23-án repült a kanadai Ottawából Edmontonba, és nagyjából 12 kilométeres magasságban az üzemanyag hirtelen kifogyott. A repülő valahol az ontariói Vöröstó felett járt, amikor a vészjelző berendezések jelezték, hogy valami nincs rendben. A kapitány azt hitte, hogy csak egy szivattyú romlott el, ezért kikapcsolta a vészjelzőket, mivel ha a szivattyú nem működik, akkor a gravitáció hatására a hajtóművek a repüléshez elegendő kerozint kapnak, így gondolta, semmi probléma nincs. A számítógép szerint a repülőgépben elegendő üzemanyag volt az útra, amit a pilóták többször is ellenőriztek. Néhány pillanattal később azonban ismét bekapcsoltak a vészjelzők, ezért a kapitány a közelben található Winnipeg felé vette az irányt. Újabb néhány másodperc elteltével egy újabb vészjelzés jelezte, hogy mindkét hajtómű leállt. A másodpilóta nekiállt, hogy kikeresse a kézikönyvből, hogy egy ilyen esetben mi a teendő, de kiderült, hogy a kézikönyvben nincs ehhez hasonló helyzetre leírás, és ekkoriban a kiképzés során sem mondták el a pilótáknak, hogy mit kell tenni, ha mindkét hajtómű felmondja a szolgálatot. Szerencsére Pearson kapitány tapasztalt sikló repülőpilóta volt, ezért ismert pár technikát, amit a nagy légitársaságok pilótái soha nem használnak. A kapitány Gimli felé vette az irányt, ahol egy egykori légitámaszpont kifutójára akart leszállni, ahol éppen a helyi autóklub egy családi napot tartott. Légirányítás ezen a repülőtéren már egy jó ideje nem létezett, így a kapitány csak a landolást követően vette észre, hogy a kifutópályán emberek százai vannak. Pearson kapitány a baleset után azt nyilatkozta, hogy a legnagyobb trauma az eset során akkor érte őt, amikor meglátta a gyerekeket a kifutópályán. Szerencsésnek mondható, hogy az első futómű a landulás után egyből kiszakadt a helyéről, így a repülőgép egy kilométer alatt teljesen megállt. Az esetet mindenki ébbőrrel megúszta, és kisebb zúzódásokon kívül más sérülés nem történt. És ezek voltak a legveszélyesebb kényszerleszállások. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, megosztani az ismerőseiddel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!